Egy fotó a régi makói főtérről, emléktárgyak az 50-es évekből. Többek közt ezek tartoznak a Makói Múzeum kiállítási anyagához, amelyeket szombaton ingyenesen tekinthettek meg az érdeklődők. Május 18-a ugyanis a Múzeumok Világnapja, és ez alkalomból ingyenes volt a látogatás. Alapvetően az a célja, hogy minél többen megismerjék a múzeumokat, elsősorban jelen esetben a kiállításokat. Mi is azért hirdettük meg. Ingyenes a látogatás, ez a leglényegesebb, hogy mai nap folyamán ingyenesen bármely kiállítást meg lehetett tekintetni. Van bőven kiállításunk, itt a Makó történetét bemutató kiállítás vagyunk, földszinten egy Bölcsögata néprajzi gyűjtőnek a nagyon szép tárgyait lehet látni, és skanzenünket is meg lehet tekinteni, amely most szépen lassan újul megkezdjük felújítani, és még hogy ott van az Espelsi tárgy, sőt a múlt héten nyílt egy szerintem érdekes kiállítás az régi emléktáblákról, azt is meg lehet nézni, és mindezt ingyenesen ma. Hát azt nem mondhatom, hogy több ezre jöttek el a múzeumban, de azért voltak, tehát nem unatkoztunk ma itt, akik teremörködtünk, voltak szépen. Ez minden évben létezik, talán nem hirdettük meg ilyen aktívan mondjuk így, de minden évben van, és minden évben ingyenes a Múzeumok Világnapja. A Makói József Attila Múzeum következő nagyszabású rendezvénye a Múzeumok Éjszakája nevezető kulturális program lesz június 22-én. A Makói Múzeumban egész napos programokkal várják az érdeklődőket. Lesz kézműves vásár, különböző foglalkozásokat tartanak, lesz divatbemutató és megnyitnak egy kiállítást is.